Kevesebb hitel, több vagyon, költségvetésről tárgyaltak. Középpontban az olvasói igények, új kötetek a könyvtárban. 20 milliós beruházás, lifttel bővül a Székács iskola. Jó estét kívánok! Köszöntöm Önöket az Orosházi Városi Televízió keddesti híradójában. Lássuk is a legfontosabbakat. Kevesebb a hitel, több a vagyon. Kedvezően alakult Orosháza pénzügyi helyzete. A költségvetés tavalyi beszámolójából kiderült, nehéz éven van túl a város, de hosszú évek óta először több volt a bevétel, mint a kiadás. Csökkent a város folyó számlahitele és gyarapodott a vagyona, így vázolta Orosháza tavalyi évét a könyvvizsgáló a képviselő testület legutóbbi ülésén. A pénzügyi beszámoló sarokszámaiból kiderült, csak nem 183 millió forinttal több bevételre tett szert a város 2012-ben, mint amennyi a kiadása volt. Erre hosszú évek óta nem volt példa. A folyószámla hitel csökkenésében nagy szerepe volt az összességében mintegy 220 milliós állami támogatásnak, valamint a nagyobb iparűzési bevételnek. A beruházások következtében gyarapodott a város vagyona, de a közigazgatás és az oktatás átszervezésével vagyonrészek is elkerültek a várostól. Összességében elmondható, kedvezően alakult a gazdálkodás, tájékoztatta a képviselőket a könyvvizsgáló. A városvezető szerint a feszes gazdálkodás eredményt hozott, nőtt a város mozgástere, de ettől függetlenül a 2013-as év nem lesz egyszerű. A költségvetési beszámolót a testület többsége elfogadta. Több mint 60 könyvvel gyarapodott a városi könyvtár állománya a napokban. Az olvasói igényeket figyelembe véve rendelték meg a köteteket, többségében külföldi szerzők műveit. Buzai Csaba könyvtárigazgatótól megtudtuk, a Szent Johanna gimi sorozat záró köteteiből is vásároltak példányokat, sok előjegyzés várható a népszerű olvasmányra. A könyvtár helyi szerzők köteteivel is gazdagodott, Vitt Márta és Jártó Róza legújabb könyvei már kikölcsönözhetők a helyi tékából. Május 21-ig kell benyújtani a személyi jövedelemadó bevallást. A NAV szerint nem érdemes az utolsó pillanatra hagyni a bevallás kitöltését, a késlekedőket büntetik. A magánszemélyek számára minden évben május 20-a a személyi jövedelemadó bevallás benyújtásának és az adó megfizetésének a határideje. Mivel azonban ez a dátum idén pünköst hétfőre esik, az adóbevallásokat legkésőbb május 21-ig kell eljuttatni a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz, közölte a hatóság. A NAV szerint nem érdemes az utolsó pillanatra hagyni a bevallás kitöltését és benyújtását. A tapasztalatok ugyanis azt mutatják, a határidő közelettével növekszik az ügyfélszolgálatok forgalma és a telefonos tájékoztatást kérők száma is. A kitöltött és aláírt bevallás leadható személyesen az adóhatóság ügyfélszolgálatain, illetve feladható a postán. Aki rendelkezik ügyfélkapus regisztrációval, az elektronikus úton is eleget tehet bevallási kötelezettségének a NAV nyomtatvány kitöltő programjának használatával. Az adóhatóság felhívja a figyelmet, hogy a bevallási kötelezettség elmulasztása vagy késedelmes teljesítése esetén akár 200 ezer forint is lehet a bírság. Következő rublikába. Lifttel bővül a Székács iskola. Hónapok óta zajlik az építkezés az oktatási intézményben, ahol mozgáskorlátozottakat segítő lift épül. A februárban indult projekt 20 millió forintból valósul meg. A törvényi előírásoknak kívánnak megfelelni a Székács evangélikus iskolában azzal, hogy megépítik a liftet. Az akadálymentesítés megvalósítása érdekében többször pályáztak, sikertelenül. Az iskolát támogató Szóla Fide alapítvány létrehozójának végrendelkezése nyomán sikerült megtalálni a forrást a beruházásra. A Szóla Fide alapítványt dr. Ceglédi Jankó Gézáné hozta létre,
Egyrészt Apósa Jankó Bálint tiszteletére, emlékére, aki valamikor a városban kántor tanító volt, másrészt a férjére emlékezve, és az alapítvány alapvető céljai között a hátrányos helyzetű gyermekek segítése volt. Jelenleg 3 mozgáskorlátozott diákja van az iskolának, akiket kézben visznek az osztálytermekbe. Az ő és segítőik életét könnyíti meg a lift, amelyet mintegy 20 millió forintból építenek. A tervek szerint május végére a beszereléssel végeznek. Az azt követő időszak azzal fog eltelni, hogy még a külső simítások befejeződjenek, a épület rendbehozása, illetve itt még a katasztrófavédelem által előírt utat kell megépíteni, és reményeink szerint a használatba vételi engedély is megérkezik augusztusra, és azt tervezzük, hogy szeptember 1-én, amikor a tanévnyitó lesz, akkor már egy üzemképes lift fogja fogadni a gyerekeket. Gólokban és sárga lapokban bővelkedett az Orosháza FC szombati meccse. A Mezőkövesdet fogadta MB2-es labdarúgó csapatunk a Mátrai stadionban. 3-2-re nyertek a vendégek. A Mezőkövesd Győri csapatát fogadta az Orosháza FC labdarúgó csapata az MB2 keleti csoportjának 23. fordulójában. Csapatunk számára a 8 közé jutás a tét, míg a vendégek MB1-es álmokat szövegetnek. A 8. percben megszereztük a vezetést. Ács lövése még kijött a kapufáról, de nem sokkal később Tóth Dani higgadtan rúgta a labdát a hosszú sarokba 1-0. 3 perccel később Molnár kapus szabálytalankodott a 16-oson belül 11-es. A büntetőt Hamar Ádám higgadtan gurította a kapuba 1-1. A középkezdés után újabb orosházi gólnak tapsolhattak a nézők. Kerepecki jobboldali visszagurítását Tóth Dani perdítette a rövid sarokba 2-1. A második félidőből nem telt el 2 perc, amikor megfogyatkozott csapatunk. Petneházi lövése csattant Varga Róbert kezén, a közelben álló asszisztens szögletre jelzett, de Szabó Zsolt játékvezető a távolból nyugodt szívvel ítélt újabb 11-est a kövesdiek javára, Vargát pedig második sárga lappal kiállította. A játékvezető szándékos kezezésnek minősítette a jegyzőkönyv szerint a történteket. A büntetőt hamar ismét értékesítette, így 2-2-re módosult az állás. A létszámfölénybe került NB1-es játékosokkal teletűzdelt vendégek a 66. percben csiki-csuki akció végén eldöntötték a mérkőzést. A csereként beállt Olasz Dénes volt eredményes. Hát hektikusnak mondható mérkőzés volt. Itt az első félidő elején talán két perc alatt 3 gól. 2 kaptunk, 1 rúgtunk. Utána én úgy gondolom, hogy a mi a két csapat jó futballt mutatott be a pálya, adta lehetőségen belül, egy hajtós, küzdelmes mérkőzés volt, a játékvezető ítéletei borzolták össze-vissza a kedélyeket. Hát nyilván elsősorban a hazai nézők vannak ez miatt jobban felháborodva, de azért ez az első percben máshogy is alakulhatott volna, ha 11-esnél piros lap villan. Teljesen mindegy, a második fél időben a csapat megfordította a mérkőzést. Le a kalappal a csapatom előtt nagyszerűen futballoztak. Én azt gondolom, hogy hiába fogjuk bármire is ezt a pár mérkőzést, ami hátra van, ezt mindenféleképpen valahogy hozni kellene. Én azt hiszem, hogy van még esélyben maradni. Csapatunk minden elismerést megérdemelt ezen a mérkőzésen, és a vereség ellenére emelt fővel vonulhattak le a pályáról. Még egyszer a végeredmény, Orosháza FC, Mezőkövesd 2-3. Szegedi cserkészek portyáztak Orosházán. A Márton Áron csapat 15 kis cserkésze töltött 3 napot városunkban az orosházi katolikus plébános meghívására. Laurinyec atya maga is aktívan részt vesz a cserkész mozgalomban, melyet szeretne Orosházán újra elindítani. Kirándulás a Padlás Múzeumban, régi játékok kint a szabadban, szegedi cserkészek töltöttek el néhány napot Orosházán a közelmúltban, Laurinyec Mihály katolikus plébános meghívására. 23-an vagyunk, és a kis cserkész rajjal vagyunk egy tavaszi portján. Ez egy 3 napos program,
egy hétvégi program, és igazából így Orosháza környékét ismerjük meg, közben játszunk a természetben. Laurinyec atya a Hazai Cserkész Szövetség Békés és Csongrád megyét felölelő kerületének vezetője. Most azon dolgozik, hogy Orosházán újra életre keltse a vallásosságon alapuló ifjúsági mozgalmat. A három egyházi iskolával már körvonalazódik az együttműködés, a segítő felnőttek felkészítése ezekben a hónapokban zajlik. Magyarországon most 100 éves a cserkészet. 10 csapat versenyzett szombaton Orosházán a város ismereti vetélkedőn. A diákok arról adtak számot, mennyire ismerik a város múltját és jelenét. Az estét koncert zárta, az örökség után Török Ádám lépett színpadra. A 5000 embert megmozgató rendezvényt az Orosháza baráti kör szervezte. Eddig fel kellett ismerni Orosházának a régi épületeit, és fel kellett sorolni Orosházának a testvérvárosait, ezen kívül pedig még tekéztünk egy kicsit. Többek között ilyen feladatok várták az orosházi általános iskolásokat az Orosháza baráti kör által szervezett városismereti vetélkedőn. A szombati rendezvény a városalapításhoz kapcsolódott, fő témája az épülő főtér volt. A belváros 10 pontján vetélkedtek az 5., 6. és a 7., 8. osztályosok. Testet és elmét megmozgató feladatokat kaptak a gyerekek, akik bizonyították, sokat tudnak Orosházáról. Vannak a klasszikus totók is, ami Orosházhoz és a főtérhez kötődik. Ez azért is fontos, mert a városismereti vetélkedőt egy főtérhez kötődő pályázatból valósítjuk meg. Illetve vannak játékos feladatok, ahol asszociációra és Orosháza múltjára kell gondolniuk. Annyiban eltér ez a vetélkedő a többitől, hogy nem csak a tárgyi tudásra van szükség, hanem a leleményességre is. Tehát ez egy játékos, ismeret átadó vetélkedő. A program délután a Kossuth utcán folytatódott. A színpadon a helyi örökségzenekar pörgette fel a hangulatot, az este fő produkciója a Török Ádám Mini Big Band volt. A magyar zenei élet egyik ikonjának számító énekes fuvolista 65 éves kora ellenére is hozta a tőle elvárt színvonalat. Az új felállásban 11 zenész állt a színpadon, a jól ismert Török Ádám slágerek új értelmezést kaptak a 6 fúvós bevetésével. Kitettek magukért az orosházi versenyzők a fekvenyomó diákolimpia országos döntőjén. Minden toldis a súly és korcsoportjában elhódította az első helyet a szombati orosházi versenyen. Szombaton a Táncsis csarnok adott otthont a diákolimpia fekvenyomó országos döntőjének, melyen szerte az országból mintegy 180 versenyző vett részt. A versenyt megtisztelte jelenlétével a Magyar Erőemelő Szövetség elnöke Rónaszéki András is. Az egész ország területéről 28-29 iskolából érkeztek versenyzők, 171 néhány versenyző lesz. Mindig is hangozhatom, hogy én nagyon szeretek Orosházára jönni. Orosháza az erőemelő sport egyik fellegvára, sőt mondhatom azt, hogy a fellegvára, Mustafa Imre vezetésével, és nem utolsó sorban gondolom megemlíthetem Dancsó József nevét, a polgármester úrnak a nevét, aki olyan támogatást ad nekünk már hosszú évek, évtizedek óta, úgy anyagilag, mint erkölcsileg, hogy ezért vagyunk itt. Ifjúsági Európa-bajnokként lépett a dobogóra a Táncsics gimnázium, illetve az orosházi toldi kiválósága Haklik Dorottya. Hát nagyon örültem az Európa-bajnoksági aranyéremnek, és nagyon nehéz volt megküzdeni érte, és hát kicsit leeresztettem a verseny után, és elszaladt a súlyom is, úgyhogy azzal most nagyon küzdöttem. Most nem vagyok olyan formában, amilyenben szerettem volna lenni, de így is a legjobbat próbálom hozni. A versenyt hát szerintem fognak meglepetést okozni az ellenfelek, remélem jó versenyzés lesz. Dóri állta a szavát, de a többiek is kitettek magukért. Balázs Renáta a 63 kg-osok között győzött, 52,5 kilós teljesítménye abszolút második helyet ért. Imre Daniella 72 kilóban 70 kilós nyomással lett első. Haklik Dorottya az IFJB aranya után itt is nyert, ehhez 60 kilós teljesítmény elegendő volt. Plusz 84 kilóban Lovas Mónika győzött 90 kilós eredménnyel, ezzel abszolút harmadik. A fiúknál Kishonti Noel is Európa bajnokhoz méltóan versenyzett. Első helye egyben abszolút harmadik helyezés is. Tájtanárok jártak Orosházán. A 10 fős küldöttség az EFS nemzetközi csereprogram keretében látogatott városunkba hétfőn. A pedagógusok magyarországi látogatásának célja, hogy megnézzék, hol tanulnak diákjaik. Városunkban jelenleg 5 táj fiatal tanul. Orosháza 2001 óta vesz részt az EFS csereprogramban, azóta minden évben érkeznek cserediákok. Jelenleg 5 táj fiatal tanul a Táncsics és Székács gimnáziumaiban, hétfőn délelőtt ide látogatott el a pedagógus csapat.
A tíz tájföldi tanár két héttel ezelőtt érkezett Magyarországra. Nagyon örülünk annak, hogy meglátogathatjuk azokat a helyeket, ahol a diákjaink jelenleg élnek és tanulnak. A magyar vendégszeretet méltán híres, remekül érezzük magunkat Magyarországon, és büszkék vagyunk arra, hogy a fiatalok itt tanulhatnak. Nagyon tetszik nekik a természet, hiszen ugye az ő országukban óriási a népsűrűség, és nagyon örülnek, hogy az ő diákjaik ilyen jó levegőben és ilyen gyönyörű környezetben, mint Magyarország tölthetik ezt az egy tanévet. A hétfői orosházi látogatás keretében az intézmények történeti áttekintése mellett körbejárták a Táncs és Székács gimnáziumot is, egy-egy órára is betekintettek. Angol nyelvű tolmács mellett a már magyarul is beszélő tájdiákok segítkeztek egymás megértésében. Az EFS munkatársai továbbra is várják a csereprogramra jelentkező diákok és befogadó családok jelentkezését Orosházáról is. Dupla évforduló alkalmából nyílt kiállítása Justin Balázsnak. Az orosházi festő 70. születésnapja és a városalapítás ünnepére rendezett tárlatot a Városházi Galériában, amely az Én Városom címet viseli. Orosháza megörökített pillanatait mutatja be Justin Balázs legújabb tárlata. A festő a városalapítási évforduló előtti napon ünnepli 70. születésnapját. Az április 18-ai kiállítás megnyitón Zalai Mihály alpolgármester mondott beszédet. A házak és fák táncolnak, és a meleg zöldek, sárgák, rózsaszínek és narancsok ragyogják be a képeket. Eltüntetik a város sebeit, és szerethetővé teszik azt is, ami csúnya benne. Szerethetővé teszik, mert aki témájáról választotta, az is szereti valamennyi szegletét. Az Én Városom című kiállításon Orosháza utcái, Gyopáros fürdő és a környék tájai köszönnek vissza az alkotásokról. A kiállításra gyakorlatilag egy éve készülök, maga a festmények elég nagyméretűek, ami hosszú időt vesz igénybe az elkészítése. 2012 és 2013-as a képek, egyetlen egy, ami kilóg a sorból, a fő kép, ami a galéria fölirat alatt van, ami 2005-ös kép, Orosháza naplemente, az egy szívemhez közel álló kép, és azt azért került oda. Justin Balázs a közeljövőben egy nagyobb váltást tervez, egy alapítvány létrehozásán dolgozik, amely Orosháza művészeti és épített hagyományát hivatott megőrizni. A kiállítás a Városházi Galériában május 24-éig megtekinthető. Négy egyesület négy korosztályában 16 csapat vett részt az Interliga elnevezésű gyermeklabdarúgó bajnokság hétvégi orosházi fordulóin. Mintegy 160 gyermek rúgta a bőrt, az orosházi gyerekek szép sikereket értek el. Orosháza adott otthont április 21-én az Interliga gyermeklabdarúgó bajnokság következő fordulójának. A rendező egyesület ezúttal az OMTK Ule utánpótlás labdarúgó egyesülete volt. A házigazdák mellett a Makó, a Szentes, a Debreceni focisuli gyermek labdarúgó palántai rúgták a bőrt. Az Interliga egy határokon átnyúló bajnokság, 11 magyar és 5 román csapat vesz részt a bajnokságokban. Négy korosztályban 16 csapat vesz részt, ez ha csapatonként csak 10 gyerekkel számolunk, akkor is 160 gyerek, de én úgy gondolom, hogy legalább egy 200 gyerek rúgja a bőrt, és ebből a helyszínből ilyenkor 4 van, tehát országszerte 7-800 gyerek futballozik egy ilyen Interliga napon. A nap folyamán a 24 mérkőzés alatt 110 gól született, ebből 33-szor az orosházi gyerekek zörgették meg a hálót. 2-1-re nyertünk. Ki ellen? Makó. Milyen poszton játszotok? Én csatár vagyok, vagy hátvéd. Bal szélső vagy jobb szélső? Hátvéd vagy középpályás. Mi várható még a következő mérkőzéseken? Két győzelem 20 góllal. A szakemberek számára ezúttal nem a számszerű eredmény volt a fontos, de örömmel mondhatjuk, hogy az orosházi gyerekek jóslata majdnem bevált, a négy korcsoportban lejátszott 12 mérkőzésből 8-at megnyertek és 2 találkozón értek el döntetlent. A Városi Televízió keddi híradójának legfontosabb híreit nézzük még egyszer, röviden. Kevesebb hitel, több vagyon, költségvetésről tárgyaltak. Középpontban az olvasói igények, új kötetek a könyvtárban.
20 milliós beruházás, lifttel bővül a Székács iskola. Szombaton a Székács iskola díszterme adott otthont a felnőtt tánciskolások 25. jubileumi báljának, vasárnap pedig a Zenél a város elnevezésű programot rendezték meg. Ezeket mutatjuk meg a híradó után, kommentár nélkül. Maradjanak velünk, viszontlátásra!